Főtisztelendő paptestvérek, kedves birmálkozók, Krisztusban szeretett testvéreim! Szent II. János Pál rendeléséből a húsvét utáni vasárnapot, már vagy 15 éve, az irgalmasság vasárnapjaként tartja egyházunk, korábban mondták fehér vasárnapnak is, mert kapcsolódott ahhoz, hogy a húsvétkor megkereszteltek, ezen a vasárnapon vetették le a kereszteléskor kapott fehér ruhát, ami jelezte, hogy Krisztus lelkületét vették magukra. És ez az irgalmas vasárnap még azzal inkább is kiegészül, hogy Ferenc pápánk pedig az egész esztendőre az irgalmasság évét jelölte ki a katolikus emberek számára, hogy arról elmélkedjenek az Isten irgalmáról, és maguk is gyakorolják az irgalmasságnak a tetteit. Hogyha a süközdi templom főoltár képét bármikor magamban előidézem, akkor mindig az jut eszembe, hogy itt egy örök ítéletről szóló, egészen, hogy így mondjam, naturalista kép látható, ahogy az ítélő Krisztus elé állnak az emberek a világ végén, ott vannak a szentek, akik szintén hát még inkább félnek, vagy nagy komolysággal, mint vidámsággal vennének részt azon a találkozón, és hát a balján pedig ott vannak Jézusnak a kárhozottak, a különböző bűnök, szenvedélyeknek a rabjai. Hát az Isten ítélete az valóság, viszont az Isten igazságossága az soha nem magában álló. Mert ha az igazságosság alapján állna ez a világ, akkor inkább megszűnne, mert már a Zsoltáros is így imádkozott, ha bűneinket fölrovod, Uram, ki állhat meg előtted. Az Isten nem csak igazságos, hanem egyben irgalmas is. Az ő személyében tud végtelen fokon az igazság és az irgalom társulni. Az ember, ha választás elé van állítva, és a kettő érték ütközik, nem tudja mind a kettőt maradéktalanul teljesíteni, mert vagy az irgalomnak, vagy az igazságosságnak ad nagyobb esélyt egy-egy döntésében. De már maga itt ez az oltárkép is, ahogy a végítéletet megidézi, ugyanakkor az irgalmasságra is utal, mert jól tudjuk, hogy Máté evangélista az örök ítéletről szóló beszédjében felsorolja azokat a jó tulajdonságokat, akik miatt egyesek üdvözülnek, mások, mert nem teljesítették, elkárhoznak. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, ismerjük ezt a felsorolást, amelyből később az irgalmasság testi cselekedeteit állították össze a keresztény erkölcstannak a tanítói. S mellé vették még az irgalmasság lelki cselekedeteit is, olyat például, hogy tudatlanokat tanítani, bűnöket megbocsátani, betegeket meglátogatni, élőkért, holtakért imádkozni, és így tovább. Tehát az örök ítéletnek is valamilyen módon a számon kérése és mércéje az lesz, hogy tudtunk-e jót cselekedni, szeretetet gyakorolni, vagy olyan esetekben, amikor
hát nem rászorulók, illetve nem olyan emberekkel találkozunk, akiknek valamiféle viszont szeretettel tartoznánk, tudtunk-e irgalmat gyakorolni. És az irgalmasság ezáltal Isten utánzásának egyik legszebb formája lesz, hiszen azt mondja az Úr Jézus, hogy legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Különösen fontos hirdetni az Isten irgalmát, egyrészt a magunk lelke üdvössége sem maradna meg, ha nem lenne Isten irgalmas hozzánk, másrészt pedig ennek a világnak az élhetősége azon múlik, hogy tudunk-e megbocsájtani, irgalmat gyakorolni, mert a puszta igazságosság nagyon kevés ahhoz, hogy meg tudjunk maradni, nem beszélve arról, hogy találkozunk állandóan az agresszivitással, a különféle erőszakoskodásokkal, ami hát még az igazságosságnak is szöges ellentéte. Ezt az életprogramot, amit maga Jézus adott elénk, az ember képtelen a maga erejéből megvalósítani. Képtelen, mert egyrészt bennünk van a rosszra hajló természet, az eredeti bűn óta van gonosz lélek, és oly nehéz, ahogy az elnök úr mondta itt a köszöntő beszédben, kitartani, csak a leghűségesebbek maradnak meg, mint ahogy szólt és köszöntött engem. De még azok sem mondhatják el, a hűségesek sem, ha visszatekintenek az életük megtétele után, hogy én magamnak köszönhetem csupán, hogy én kitartottam az Isten mellett, a jóban, az egyházamban, ott maradtam. Ez túlságosan is beképzelt dolog lenne a magunk részéről. Az isteni kegyelem nélkül egyiknek sem tudnánk eleget tenni. És az isteni kegyelem az nem egy olyan adomány csupán, ami egy pillanatra szól, hanem valamiképpen a személyes Istennel való találkozás. És az Úr Jézus azért küldte el a Szent Lelket, hogy az ő személyét életben tartsa. Tehát ne úgy emlékezzünk vissza rá, mint amikor a lexikonokban egy egykor élt emberre gondolunk, hogy ezt és ezt cselekedte, ennyi ideje, hogy meghalt, és így tovább, hanem hogy élővé legyen számunkra Jézus Krisztus személye, ezt a Szentlélek műveli. És nem véletlen, hogy a föltámadás után a nagy ajándék a Szentléleknek a közlése rájuk lehet, hallottuk az evangéliumból, majd pedig pünkösdnapján teljessé teszi a Szentléleknek a küldését, hogy az egész egyház idejére jöjjön el a keresztények számára, tartsa meg őket a hitben, hiszen a hit is kegyelem. Ha tovább hallgatjuk, vagy megyünk az evangéliumon, Tamás apostol milyen nehezen jutott hitre. Még az is kevés volt neki, hogy ottan láthatta Jézust. Még ő külön tapasztalatokra akart szert tenni. És mondja az Úr Jézus neki, hogy boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. A hitnek az ellentéte a hitetlenség, a látásnak a vakság. De nem arról van szó, hogy mi vakon hiszünk, hanem abban van egy igazi megbizonyosodás is, amikor hitre jutunk, és benne van az Isten kegyelme, amit a Szentlélek ad, hogy a hit által életünk legyen, hallhattuk. Már a hit is egy nagy ajándék az Istennek. És hogy ez a kor hitetlen elveszítette
az Istenbe vetett hitét talán az egyik legnagyobb büntetése. A minapján Isten hívő professzorok, híres orvosok beszélgettek a televízió egyik műsorában, és azt mondja az egyik, Európának egy nagy szívsebe, hogy hitetlen, hogy nem hisz Európa. Azért tartunk ott, ahol tartunk, mert a hit nélkül az összes minden értékünk értéktelenné válik, mert nem viszünk bele lelket, hit nélkül nem is tudjuk gyakorolni. A felebaráti szeretetet egész életen át saját erőnkből nem tudjuk gyakorolni. Ahhoz kell a hitnek a kegyelme, de a hit kegyelmét is már a Szentlélek segítségével kapjuk. Ezek olyan összefüggő igazságok, hogy egymásra épülnek. Tehát nem lehet kijátszani a hitet a szeretet cselekedeteivel szemben, az igazságosságot az irgalommal szemben. Ezek együtt vannak, és ezek a lelki értékek, azok az adományok, amelyek egy ember számára szükségesek, hogy Krisztus követő tudjon lenni. A bérmálás szentsége az a szentség, ahol felnőtt öntudatos döntéssel Krisztus mellett tesszük le a voksunkat, Krisztust megvalljuk, Krisztust követni akarjuk, és az ő élet formáját, az ő tanítását szeretnénk mind teljesebben valóra váltani. Aki így él, annak nem kell félnie Jézus Krisztustól, hiszen az isteni irgalomnak a hirdetése és ünneplése az éppen azt akarja mondani, hogy Istennek nem az a szándéka ezzel a világgal, hogy elveszítse. Bár biztos, hogy az igazságos ítélet benne lesz a vele való találkozással, hanem a szándék az, hogy üdvözítse. A Szentírás egyik, hanem a legszebb mondata az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Át lehetne cserélni azt a szót, hogy szeretet irgalomra, mert az is egy formája a szeretetnek. Isten úgy irgalmazott a világnak, hogy egyszülött fiát adta érte. Isteni irgalomnak a vasárnapján, ezért ezt hálával kell megköszönnünk, és amikor ti kedves bírmálkozók, a Szentlélek Úristent kéritek saját életetekre, akkor az irgalmas Istent is kérjétek, hogy abban az élethelyzetben, amiben vagytok, segítsen benneteket Jézus Krisztus követésében, bűneiteket megbocsássa meg, hiszen ez az isteni irgalomnak másik nagy ajándéka, hogy igazi Krisztus követők lehessetek. Az isteni irgalom vasárnapja felszólít bennünket, hogy kövessük Jézus Krisztus példáját, aki az Atya irgalmát emberi természetében, emberi formában is megmutatta és megvalósította. Ezért is hirdette, hogy boldogok az irgalmasok, majd nekik is irgalmaznak. Szentlélek Úristen, szállj le ezekre a fiatalokra, akik kérik a bírmálás szentségé által a veled való találkozást, hogy a Szentlélek állandó kegyelmével végig hűségesek maradjanak Krisztus követésében, és az egyház tagjaként. Amen.